Gyerekek játszanak vidáman Szerbia nyugati határánál. Ez a Principovaci menekült tábor. 13 hasonlót működtet a szerb kormány a migránsok részére. Az utóbbi hónapokban ugyanis most már egyértelművé vált, hogy Szerbia az utolsó állomáshelye az érkező migránsoknak. Most itt a táborban nyugodt a helyzet, kevesebb mint 400-an vannak itt Principovácban. Tudunk számukra biztosítani ételt, italt, fűtött szállást, orvosi ellátást, mindent, amire szükségük lehet. A legfontosabb az állandó orvosi ügyelet, amely a nap 24 órájában rendelkezésükre áll. Ez most itt a helyzet, amit tudunk, azt megteszünk nekik. Mindenkire vigyázunk. Tudjuk, ezek az emberek sokat szenvedtek, és azt szeretnénk, amíg itt élnek, addig normális körülményeik legyenek. A tábor vezetője arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben csaknem 15 különböző országból érkeztek migránsok hozzájuk. Sok ember a háború miatt indult el. Ilyenek a szíriaiak, az irakiak, vagy éppen az afgánok. Egyszerűen nem érezték magukat biztonságban. Sokan vannak olyanok, akiket a vallásuk miatt üldöztek el. Például sok országban a keresztények vannak veszélyben, azért kerültek ide. De olyanok is jöttek szép számmal, akik egy jobb életet szeretnének maguknak, és Európában akarnak szerencsét próbálni. Úgy nem indult el senki, hogy csak szerencsét próbál a nagyvilágban, mindenkinek megvan a maga története és indoka. A táborokban élő gyerekek élete talán a legnehezebb. Hosszú hónapok óta vannak úton, iskolába és óvodába nem tudnak járni. Szörnyű megpróbáltatásokon mentek keresztül ezek a kicsik. Sokan ugyanis szemtanúja voltak különböző háborúknak, és olyanok is vannak, akik az éhezés elől menekültek el. A szerb hatóságok és nemzetközi segélyszervezetek külön programokat indítanak a táborban élő gyerekek részére. Sok család már 3-4 hónapja várakozik itt a Principovaci menekült táborban. Rengeteg önkéntes jön ide, például azért, hogy a gyerekeket szórakoztassák, illetve programokat szerveznek nekik. A szerb kormány most ismét egy nagyobb menekült hullámra készül. Az országban jelenleg 13 befogadó tábor működik. Ezekben összesen 5500 ember lakik, de az országban még körülbelül 3-4000 menekült lehet, akik éppen úton vannak Nyugat-Európa felé. A téli időjárás miatt most rendkívüli intézkedéseket hozott a szerb menekültügyi hivatal. Mindenkit befogadnak, aki segítséget kér. Úgy döntöttünk, hogy minden táborunk nyitva van. Bárki, aki Szerbiába érkezik vagy ide kerül, szívesen látjuk itt egy-egy táborban. Bármelyik táborunkban kaphatnak szállást és megpihenhetnek. Itt mindenhol ugyanazok a szabályok. Egyik táborunk sincs zárva, bármikor bejöhet bárki és elmehet. Sokan kijárnak, elmennek a különböző városokba, aztán visszajöhetnek. Többször előfordul, hogy a barátaikat látogatják meg egy másik táborban. Délről minden nap érkeznek új menekültek Szerbiába, de rengetegen tovább is mennek embercsempészek segítségével. Ezért nagyon nehéz pontos adatot mondani arról, hogy mennyien vannak a déli szomszédunknál. Az utóbbi hetekben egyre több országból érkeztek menekültek. Sokan jöttek megint Irakból, Afganisztánból, Bangladesből és Iránból. Ez az idős férfi pár napja sztrókot kapott a szemében, kórházba került. Most már egy kicsit jobban van, ő is Iránból érkezett. Azt mondta, politikai nézetei miatt üldözték, ha nem menekül el, akkor ismét börtönbe került volna. Ezt pedig már nem bírta volna elviselni. Ezért döntött az egész családjával, hogy útra kell idén márciusban. Én pontosan 18 évet ültem börtönben Iránban. Az én pártomat nem tűri meg, nem tolerálja a mostani rezsim. Ezért kerültem börtönbe. A pártom tagjait rendszeresen zárják börtönbe. Most is több mint 100-an ülnek. Azért, mert más a politikai meggyőződésük. Ha megnézzük a különböző netes keresőkben, láthatják, hogyan bánnak velünk a hazámban. Amikor fiatal voltam, már akkor börtönbe küldtek, pedig csak új és szabad választásokat akartunk volna Iránban. A kormányunk mindentől megfosztott, tanulni és dolgozni szerettünk volna, de nem engedte. Az iráni kormány ellenségként kezelte a családomat, engem is, két fiamat is, ők is itt vannak a táborban. Az idős férfi arról is mesélt, hogy nincs konkrét tervük, hogy hová szeretnének menni. De egyet biztosan tudnak, ha visszafordulnának Iránba, azonnal börtönbe zárnák őket, rosszabb esetben kivégeznék az egész családját. Iránban ugyanis még létezik a halálbüntetés. A gyerekeimet egyetemre szerettem volna küldeni, de letiltották őket. Azzal indokolták, hogy az apjuk, azaz én, más politikai nézeteket vallok, ellenségnek számítottam. Ezért indultunk el. Már 9 hónapja úton vagyunk, és ezt tettük a szabadságért. Egy szabad országban szeretnénk élni. Minden papíron velem van az üldöztetésemről, és arról is, hogy lehetetlenítették el a családomat Iránban miattam. Ezt mind politikai okok miatt.
bármelyik országba is jutok el, például Magyarországra, akkor ezeket be tudom mutatni. Úgy gondolom, hogy humánusak lesznek velem az emberek Európában, és segíteni fognak a családomnak. Az iráni férfi arról is beszélt, hogy egyre nehezebben bírja a várakozást, hiszen hivatalos kérvényt adtak be Magyarországra, de eddig még nem kaptak választ. Azért itt a táborban nem ideálisak a körülmények. Pár napja megbetegedtem. Az egekbe szökött a vérnyomásom, és elpattant egy ér a szememben. Akkor kértem őket, hogy vigyenek kórházba, és el is szállítottak. Ha őszinte akarok lenni, azért annyira nem jók itt a körülmények. Sokan vagyunk egy szobában, itt nem lehet meggyógyulni. Sokan meghívó levéllel érkeznek Szerbiába, a rokonaik ugyanis már korábban Nyugat-Európába költöztek. Ez a fiatal iráni férfi is erről számolt be. Élnek rokonai Franciaországban és Olaszországban is. Mindegyiküktől kapott hivatalos meghívó levelet, de ennek ellenére sehol nem engedték tovább. Szerbiáig is embercsempészek segítségével érkezett. Az apám Franciaországban dolgozott. Ő is az ellenzék egyik vezetője. Szórólapokat készített a mostani iráni vezetés ellen. Hiszen szabad választásokat szeretnénk egy rendes, több pártrendszerű országban. De az iráni kormány ezt nem tolerálja. A titkos rendőrségük és az iráni titkosszolgálat megfigyelt minket. Állandó nyomást gyakoroltak ránk. És amikor apám hazajött, hogy kampányoljon a szabad választás mellett, és szórólapokat készített, akkor rendőrök jelentek meg a házunkban, és mindent átkutattak. Merevlemezeket és pendrive-okat foglaltak le. Nem értettünk semmit. Apám egyébként nem volt otthon. Akkor egyértelművé vált, hogy ellenségként kezelnek minket. Úgy véltük, hogy ez nem mehet így tovább. Összecsomagoltunk a családdal, és egy titkos búvóhelyre mentünk. Ezután döntöttünk úgy, hogy el kell hagyjuk az országunkat. Úgy nem lehet élni, hogy a saját iráni titkosszolgálatunk nyomoz utánunk, azért, mert ellenzékiek vagyunk. A férfi és családja fejenként 5000 dollárt fizetett az embercsempészeknek azért, hogy elhozzák őket Szerbiáig. A héttagú család eddig 35000 dollárt költött az utazásra, ez körülbelül 10 millió forintnak felel meg. Mi is csempészekkel jöttünk, másképp már nem lehet. Ők uralják a határokat. Először elmentünk Észak-Iránba, egy kisvárosba, ott találkoztunk a csempészekkel. Akkor még nem tudtuk, hogy mennyibe fog kerülni. Ott azt ígérték nekünk, hogy segítenek tovább menni. Először Törökországba vittek, ott kérték el a pénzt. Apám, a testvérem és a nagybátyám is fizetett nekik. Ott kaptunk tőlük egy kis gumicsónakot, és azzal kerültünk át az egyik görög szigetre. Ez Kosz szigete volt. És ott töltöttünk 2,5 hónapot. A görög hatóságok és rendőrök regisztráltak minket, és hivatalos, ott tartózkodási engedélyt kaptunk. Ekkor kérvényeztük, hogy vigyenek minket a szárazföldre, mert apám beteg lett. Így kerültünk Athénba. Ott jobb volt az orvosi ellátás. Másfél hónapot töltöttünk a görög fővárosban, amikor ismét találkoztunk embercsempészekkel. Ők azt vállalták, hogy Macedónián keresztül elhoznak minket ide Szerbiába. A férfi és a családja fejenként 1000 eurót fizetett az embercsempészeknek a görög-szerbiai útért. Számunkra is meglepő, hogy ennyire könnyen és átláthatóan, de leginkább nyíltan lehet beszélni az embercsempész útvonalakról. Közben a moszuli ostrom miatt ismét egy hatalmas menekült hullámra számítanak a szakértők. Az iszlám állam elleni harc ugyanis elhúzódik. A párhetesre tervezett akció már több mint 2 hónapja tart, és még látni sem lehet a végét. Pedig a szövetségesek mindent megtesznek a város visszafoglalásáért. A szomszédos Kurdisztánban most csak nem 1 millió menekült él, de Moszul városból a szerényebb becslések is legalább 7-800 ezer menekültre számítanak. Az pedig egyáltalán nem biztos, hogy ők a környéken, azaz a Közel-Keleten maradnak akkor, ha el kell hagyniuk a várost. Ha pedig tovább mennek, biztos, hogy már a jól bejáratott embercsempész útvonalakat fogják választani. Az pedig azt jelenti, hogy ismét itt kopogtatnak majd Európa kapujában, rosszabb esetben több százezren. Erre pedig megoldást kell találniuk az európai vezetőknek, hiszen Szerbia sem képes már több menekültet befogadni. Az embercsempészek pedig fénykorukat élik, hiszen az üzlet virágzik, nincs olyan nap, hogy több tucat vagy több száz ember benefizetne náluk egy illegális határátlépésre. Több ezer dollárért fejenként.